Szombaton a Csillebéci Szabadidőközpontban rendezik a Fighters Run-t. A futók mellett a bringások is próbára tehetik majd tudásukat az akadályokkal nehezített pályán. Érdekességek, tudnivalók, Szolát Nikolettel és Zsíros Mihállyal. Jó reggelt kívánok! Egyikőtök sem újonc ebben a műfajban, de hát mindig vannak újdonságok. Miki, te most már a harmadik szezonodra készülsz? Igen, ez most a harmadik évem, úgyhogy izgatottam már, hogy most mit hoz ez az újabb akadály. Uh-huh. Minden évben más és más érdekességgel találkozom. És szerelembe estél ezen a műfajjal? Teljes mértékben. És mégis mi volt az, ami annyira megragadt? Imádom az adrenalint, imádom az akadályokat, imádom azt, hogy mindig kitalálnak valami újat, tehát soha nem az van, hogy mindig ugyanaz azok az akadályok, hanem folyamatosan változnak, és folyamatosan vannak olyanok, amik újat tudnak nekem nyújtani és újat mutatni. Imádom a kihívást, imádom a versengést, imádom azt, hogy mindenki szenved mellette, beleértve engem is. És nem tudom, hogy nagyon jó bulinak tartom igazából. De annyira azért az, nem az újdonság részére vágyakozol, tehát nem bringával fogsz elindulni. Nem, maradok a kúszásmászásnál. Na, miért volt szükség erre, Misi, erre a új lehetőségre, hogy bringával is lehessen teljesíteni ezt a távot? Nagyon népszerű volt a futás, és gondoltuk, hogy megnézzük ennek a biciklis változatát. Ez most túl lesz népszerű először, volt a futás? Van. Meg kellett szórni a bicikliseket, illetve úgy van kitalálva az időrend, hogy aki fut és utána kedvet kap, az akár el tud indulni mind a kettőn, tehát biciklizni is tud. Az szép, kétszer. Vagy a kisebb pálya, hosszabb pálya, vagy kétszer. Van olyan is, aki mondjuk indul egy 3,5 kilométeres futáson, utána indult a hosszabb távon, akár mind a hármon is el tud indulni. Az már durva, tehát az már nem is tudom, hogy ez már a önsanyargatásnak valami nem biztos, hogy teljesen egészséges mértéke. Kerékpárral hogy néz ez ki? Tehát ugyanazokat az akadályokat kéne? Vagy nem, van egy külön pálya? Aha. Részben hasonló lesz a pálya, részben azonos, részben különböző. Azért úgy találtuk ki a pályát, hogy bárki egy átlagos mountain bike-kal tudja teljesíteni. Tehát ott is lesznek farönkök, uh-huh. lesz mindenféle kisebb akadály, de tényleg mindenki tudja teljesíteni. De mondjuk akinek azért van némi hegyi kerékpáros gyakorlata, azért ez mégis milyen akadályokra készüljön? Tehát az, annak a számára ez nagyjából teljesíthető, vagy lesz neki meglepetés bőven? Nem lesz, tehát úgy szerettük volna megcsinálni, hogy tényleg bárki tudja teljesíteni, aki egy kicsit tud biciklizni, lesz a szlalom, amit említettem, farönkök, avarban biciklizés, tehát hogy viszonylag egyszerűbb. Uh-huh. Na hát a helyszín az ebből a szempontból ugye változatlan, ugye ez az maradt a Csillebéci központ, igen, igen, illetve hát úgy találtuk ki, hogy tényleg az egész család találjon magának megfelelő kihívást, a gyerekek is tudnak indulni, mind a futásban már 6 éves kortól, mind a bicikliben 10 éves kortól. Ez az alsó nevezési korhatár, igen, igen, igen. Futásban lesz 1000 méter, 2000 méter a gyerekeknek, illetve 3,5 kilométer, felnőtteknek 3,5, 7 és 14 kilométer, és a biciklin is lesznek különböző távok. Melyik távot választod most az alkalommal? 7,5 kilométerhez ragaszkodom, bár most lett egy 3,5 kilométer, ugye a csapatban indulunk, uh-huh. az étterem dolgozóival együtt, ugye a Hooters lányokkal. Igen. És mert igazából maradunk a 7,5-nél, nem adunk annál lejjebb. Te ürítetted be őket? Tehát, vagy az eleve egy ilyen csapat? Én már hónapok óta folyamatosan stúfolom őket, hogy készüljenek fel, hogy lesz ilyen. A brigád az változó, tehát mindig más lányokkal megyünk. De igazából nagyon várja mindenki. És azon kívül, hogy beszélsz nekik róla, mivel készültök? Tehát ez egyáltalán nyilván kell egy alapkondíció, de mivel lehet készülni egy ilyen eseményre? Szerintem mentálisan felkészülni. Igazából folyamatosan edzünk, ugye a munkánk véget, ugye fontos a kinézetünk, tehát az edzőtermi szintű edzések, futások, uh-huh. taposások, én spinningezek, például most még innen edzen is, uh-huh. úgyhogy igazából az összes lány így készül. Tehát alapvető kondíció az van. Igen. De hát ugye a meglepetés faktor az mindig azért csak ott következik be, amikor az ember szembe találja magát, mondjuk a következő akadálya. Az állóképesség azért az kell hozzá, szerintem. Állóképesség kell hozzá. Igen. Kezdtük már megfejteni ennek a titkát, vagy már kezdődött a kiderült, hogy tényleg mi ez az óriási népszerűség, ami miatt akár meg is kell osztani a mezőnyt, hogy ne csak futók jöjjenek, hanem legyenek végesek. Azt gondolom, hogy a mai felgyorsult, illetve digitalizálódott világban az embereknek szüksége van, hogy egy picit kiszabaduljanak ebből, és tényleg egy fizikai kihívás jelentő dolgot csináljanak, és szerintem ősi ösztöneinket meg kell csiklandozni? Igen, szerintem fontos, hogy az ember tényleg valahogy legyőzze önmagát, tehát tényleg ez a szlogenünk is, hogy győzz le önmagad. Ez egy nagyon jó érzés tud lenni, amikor végigmész egy ilyen pályán, és beérsz, és igen, és megcsináltam, és legyőztem magamat. Milyen tapasztalat, hogy esztendőről esztendőre, vagy eseményről eseményre hány új résztvevő csatlakozik? Tehát biztos vagyok benne, hogy aki egyszer ezt kipróbálta, és magával ragadt az élmény, az úgy megy haza, hogy na szólok a barátomnak, gyere. Tehát mi az arány itt az újra kapcsolódó, vagy a csatolt egységek szempontjából?
Szerintem, ahogy látom, egyre többen eleve magát a futást is egyre többen űzik, ugye látjuk más versenyeken, igen, illetve ezt a speciális válfaját is egyre többen űzik, és most is azt mondhatom, hogy már két héttel a verseny előtt elértük azt a nevező számot, amit tavaly, tehát biztos, hogy többen leszünk, mint a tavalyi versenyen. És akkor még van két hetünk ehhez képest? Hát most szombaton lesz, úgyhogy már bocsánat, ahhoz képest, mostani hétvégének a vége ez. Illetve na, hát ezen akkor kívül, amit meg szeretnék megemlíteni, hogy nem csak indulók lesznek, hanem reméljük, hogy nagyon sokan kijönnek szurkolni is, és nagyon sok programmal készülünk, főleg a gyerekeknek, különböző sporteszközöket lehet majd kipróbálni, kosarazás, pingpongozás, lesz egy 10 próba feladat nekik, motorszimulátort tudnak kipróbálni, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Na hát akkor ez, ha jól értem, akkor gyakorlatilag 0-tól 99 éves korig szóló rendezvénynek igen, készül. Igen, és egy egész napos, tehát reggel 9-től este 6-ig várunk mindenkit. Most nem tudom, milyen időjárás várható aznap, bár hozzá kell tennem, mit számít, nem? Tehát igen. Eddig nem volt probléma. Tehát már találkoztam minden időjárással. Ha esik az eső, az se gond, az ember úgyis vizes lesz. Igazi harcosok vagyunk, erre készülünk. Azt is, hogy emeljem ki, hogy több olimpiai bajnok is kipróbálta már ezt a versenyt. Pulai Imre, Kovács Anti, most pedig Gergely Pisti jelezte indulási szándékát. Igen, mi volt a tapasztalatok? Mit lehet róluk tudni? Mennyire, hogy mondjam, kerültek bele ennek az egésznek a spiráljába? Mennyivel ragadtam? Nagyon szeretik, meg nagyon érdeklődnek iránta. Jön Vadon Jani, és ő már mondhatni törzs futó, és hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy téged mikor látunk a versenyen. Ó, de kedvesek vagytok, hát most vasárnap éppen lehet, hogy nem, de... Ugye ez már abja leszel. De elképzelhető, lesz hogy, még, hogy hát ha lehet csak teljesen simán a közönség soraiba is állni, az mondjuk vonzóbb tényező pillanatnyilag, de mindenképpen érdekes. Érdekes lehet. Kerítünk rá sort. Ha már itt említetted az idősebbeket, jön Gajdos Tamás is, az örök ifjú futó. Na jó, de hát Gajdos Tamás, hát aki itt volt nem olyan régen, és veterán Európa-bajnokságon érmet nyert, tehát ő egészen elképesztő formában. Ő is ugye atlétaként kezdte, most triatlonnal kacérkodik, és mondta, hogy nagyon érdekli, és nagyon kíváncsi rá, most első körben a 3,5 kilométert próbálja ki, de reméljük, hogy ő is tényleg a rabjává válik. Hát és... ő nagy fogyasztó, tehát ő mindent fogyaszt, ami a futásnak bármilyen formája, vagy ezek szerint ugye most már a triatlon is. Egy-két praktikus tanácsot mondj nekünk, Niki, tehát nőként, hosszú hajú nőként, akinek esetleg mondjuk van körme is, hogy érdemes neki indulni ennek a napnak? Igazából én minden alapon megyek, tehát én mindent kockáztatok. Tehát én nekem nincs olyan, nekem a legjobb élményem Balatonon volt, mikor a mocsárban kellett mászni, és igazából mellettem a vízisikló volt. Tehát amikor nincsenek az embernek ilyen határi, nem érdekel, hogy áll a hajam, nem érdekel, hogy áll a körmöm, a sminkem elfog, nem is sminkelem magam. Tehát tényleg teljesen csak az élvezetnek adja át magát az ember. Tehát de nem foglalkozik az, hogy a haját, felfogom a hajamat. Igazából ugye egyforma pólónk van, uniformunk a lányokkal, illetve próbálok minél hosszabb nadrágot, azért ne sértsem fel magam, mert ez az akadályokban vannak azért olyan részek, amikor egy kicsit fel tudom magam sérteni, hogy ezeket is kikerüljem. Igazából felfogom a hajamat, mással úgy nagyon nem foglalkozok. Körmök, minden marad. Hogy törhetnek, vagy előfordulhat, hogy törhetnek. Ugye? Ez benne van a pakliban. Hány napig ápolja az ember magát egy ilyen esemény után, hogy körülbelül mi a tapasztalat? Hát igazából annyira nem foglalkoztunk vele utána volt lehetőség arra, hogy lefürödjük, mert ott Csillabércem most, ahol meg lesz rendezve, ott van ilyen kialakított részt is, hogy utána rendben tudjuk magunkat szedni. Mikor Balatonon voltunk, akkor meg belecsobbantunk a Balatonba, mikor az Ánkán volt megrendezve, igazából ennyivel letudtuk az egészet. Yes. Ott még egy jó nagy tusolást vettünk, és akkor másnap újraindult a nap. Izomláz utána, kék foltok vannak, meg lehet izomláz az van folyamatosan, még a kék foltok, de mi a folyamatosan edzünk, tehát nagyon elenyésző. Szóval akkor azt lehet mondani, hogy végül is az élményből sokkal több marad, mint a következményekből utólag. Igen, olyan adrenalin van ilyenkor az emberben, amikor végigcsinálja, annyira büszke magára, hogy nem abban foglalkozik, hogy jaj, most letört a körmöm, vagy van egy-két lila foltom, hanem örülünk egymásnak és a csapatnak, és mindenki örül egymásnak. Tehát nem az van, hogy most az egyik befut, és akkor nem figyel rá az ember, mindenki örül, mindenkiben lehet érezni azt a csapat szellemet, azt az összetartozást. Tényleg, hogy mindenki büszke a másikra. És akkor mindenki, tök mindegy, hogy meg kézen lábbal, futva, bekvászva, megcsinált az a lényeg. Esetleg bebukfencezve, egy ilyet ki tudnék találni a következő minden fellépésemre. Majd, igen, ezt talán nem emeltem ki, de lehet csapatban is indulni, 4-5, illetve 6 fős csapatban. Aha, tehát akkor, aki úgy gondolja, egyedül mondjuk annyira nem szívesen, nagyobb támogatást érez csapatban, annak erre is lehetősége van. Na, hát nagyon izgalmas hétvége elébe néztek akkor ezek szerint, mindazok, akik kilátogatnak, remélhetőleg családilag minél többen. Beszélgetünk szerintem majd utána, hogy ez alkalom, ahogy sikerült akár a csapatnak, akár egyénileg. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen.